Csenevész a sörárpa, megrepett a repceszár, és a búza sem akkora, mint lennie kellene. Az időjárás észlelő szerint már láthatóak az áprilisi kemény fagy és a szárazság okozta károk. Mind a hetedikei, mind a mai kilencedikei minimum napi rekord. Tehát ez 120 éves adattörténetben, vagy 160 éves adattörténetben nem volt április 7-én se, meg 9-én se ilyen hideg, mint az idén. De hát ugye ehhez meg hozzá kell tenni, hogy tavaly másodikán meg mínusz 6-3 volt, az az abszolút rekord, tehát azt soha nem mértek áprilisban. Tehát az nem napi, hanem havi abszolút rekord, és attól is csak tizedekre maradtunk el. A pénteki napsütés már reményre adott okot, de vajon milyen lesz a folytatás? Azért az látszik, hogy ez a kis meleg, itt vagyunk most, ugye ez a mai nap. Ugye most ott a hétfő lesz a legjobb, ott talán 20 fok is lesz. Meg a hét végén ez a 15 fok, ugye szombat, vasárnap. És ott van a kedd, drasztikus hidegfront. Tehát ugye a 20 fokról kedden alig lesz 5 fok. Tehát ott megint azért majd a sok hidegfrontra érzékeny ember, akiknek hogy itt ugye is csapadék is van, ami az már nem baj mezőgazdasági szempontból. És utána itt végig, egész héten még a 10 fokot is alig érjük el. Ugye itt a 10 fokos vonal. A piros vonal hát majdnem mindig alatta van, és megint 0 fok közelében az éjszak. Itt valamikor 20-a, 22-e körül lehet majd megint 15 fok, de hát ugye az nem egy olyan nagy érték, és hát ugye a kék jelek mutatják, hogy azért majd a csapadék is pótlódik, lehet, hogy mire a hónap végéhez érünk, arra le is esik az a 40 mm, ami áprilisban átlagos. A szakember szerint már lehet következtetni az előttünk álló nyár időjárására is. És ugyanilyen fagyos idők voltak tavaly is áprilisban, ugye mondtuk, hogy ilyen fagykárok voltak, és a csapadék májustól kezdett pótlódni, és akkor nyáron minden hónapban többlet volt. Tehát ezen alapján lehet reménykedni, hogy egy átlagos hőmérséklet, de azért lesznek kánikulai szakaszok, mert azért az utóbbi 30 évben az nem maradhat el, de legalább, hogy a csapadék pótlódik. Ugye tavaly ez így volt, mert ha nem jön csapadék, akkor viszont súlyos aszály is lehet.